Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Bokor Balázs, a Hollywood tanács elnöke. Mi is az a Hollywood tanács? Jó a kérdés. Szerencsére egyre többen kezdik megismerni. 2016-ban alapítottuk meg ezt a civil szervezetet. Amikor visszatértem Los Angeles-i főkonzuli megbízatásom után, került erre sor, és sokan nem tudták, én is egyre többet ott Los Angelesben ismertem meg abból a kincses ládából, ami a Hollywood magyar gyökereit jelenti. Nos, ez a civil szervezet arra született, hogy megőrizzük az emléküket, akik itt születtek és innen elmentek Hollywoodba, hiszen a legnagyobb filmstúdiók, Paramount filmstúdió, Adolf Zukor alapította, Ricse, lehet, hogy sokan nem is tudják, hol van ez a kis falu Borsodaba, Új-Zemplénbe. 50 kilométerre onnan Tolcsván született Fuchs Vilmos, aki William Fox néven lett, világhírű és a 20th Century Foxot alapította, és így mehetünk tovább, olyan közel 500-as listát kezelünk, tehát emlékőrzés, ismeretterjesztés, fiatalokkal való filmes, szakmai foglalkozás, alkotótáborok, vetélkedők, kerekasztal beszélgetések. Tehát lényeg az, hogy legyünk büszkék azokra, akik valamit alkottak, nagyot tettek, és kevéssé ismerik őket itthon. Na de szerintem Ricsén van egy kultúrház is, és nincs olyan, még aki meg sem született, hogy ne tudja, hogy ki volt Zukor. Nagyon helyes, nagyon helyes. Én nem így tapasztaltam 2016-ban, ma már, hála Istennek. Pedig amikor kezdő távol lévő volt, akkor támogatta az esküvőket. Így van. Ez nagyon érdekes, hogy a diaszpórában lévő magyarok, akár mondhatnám magyar zsidók is, azért megpróbáltak egy kicsit filantrópok lenni a maguk módján. Zukor egy jó példa erre, valóban, amit mondtál. Ő a 20-as években többször visszajött Magyarországra, Ricsére is ellátogatott, és ugye a monda szerint, a legenda szerint 25 dollárnyi összeggel távozott, amikor elment, és ugyanennyi pénzt adott minden házasulónak Ricsén. Sőt, ugye Máté Szalkán végezte el az alapiskoláit, és annak a rabbinak, aki őt ott tanította, szintén vett egy házat például Máté Szalkán. Na, lényeg az, hogy amikor legutoljára is voltunk Ricsén, mert elég gyakran járunk oda, valóban Adolf Zukor művelődési ház van, emléktáblát avattunk. A falu közepén van egy csodálatos kút, a Juhász kút, amelyet 26-ban Adolf Zukor építetett a falu asszonyainak, akik onnan vették a vizet, és egy nagyszerű terület alakult ki, a traccsolásra is alkalmas, le lehetett ülni. Nos, ezt a Juhász kutat épp most újították fel, érdemes megnézni, nagyszerűen néz ki. Tulajdonképpen, amikor visszatértél LA-ből, Los Angelesből, akkor magaddal hoztál egy kis filantrópia szeretetet? Hisz ott mindenkinek, még a kórházi ágynak is megvan a címkéje, hogy kiadományozta, van Breuer Hall, tehát... Így van. Ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz. Hát Los Angeles volt az én utolsó megbízatásom 40 éves külügyi pályafutásom során, és ugye alapvetően én a Közel-Keleten dolgoztam, de Los Angeles az egy külön téma volt. És valóban ezt a gondolkodásmódot ott el lehetett sajátítani. Már csak azért is, mert aki ott hivatalból dolgozik, az természetesen nem csak politikával, gazdasággal, konzuli dolgokkal foglalkozik, hanem óhatatlanul a téma az utcán hever a filmmel. Los Angeles, Hollywood a film fővárosa. És ez gyakorlatilag önkéntelenül sodorja az embert abba az irányba, hogy foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel, részt vegyen nagy rendezvényeken, már is adódik ez a filantrópia is. Említetted, hogy a Közel-Keleten is eltöltöttél, milyen országokból jártál? Gyakorlatilag én Szíriában, Libanonban, Jordániában voltam nagykövet, de Izraeltől, Irakon keresztül, Kuwaittól, aztán Marokkóig, Líbiáig szinte mindenhol voltam.
És hát ez egy nagyon érdekes világ. Mondanom sem kell, amikor én elkezdtem a 70-es évek végén, akkor amikor arabul tanultam, akkor az egyik oktatóm azt mondta, hogy legyek nyugodt, mert életem végéig ad gondot és foglalkozást ez a terület, mert annyi probléma van és annyi kérdés van, hogy lehet vele foglalkozni. Ugye ő az izraeli-arab szempontokat vette figyelembe, és amikor pedig héberül kezdtem tanulni pont Raj Tamás rabbitól, akkor meg azt mondta ő, hogy na látod, most a másik oldalról is megközelíted ezt a kérdést. Egy külügyérnek általában nincs üveggömbje, de hogyha elővennéd az üveggömbödet, és látnád, hogy az amerikai elnök így a végé felé, a finálé van, nagyon nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy egy picit rendeződjenek az események. Ez tulajdonképpen egy nagy előrehaladás, mert az emírségek, meg Bahrein, amikor a közel-keleti konfliktusok kialakultak, ők még nem is voltak, nem voltak önállóak. És úgy tűnik, hogy lehet, hogy a központi issue, a központi ellenség most már nem Izrael lesz, hanem az iszlám egyik másik változata. Nézd, megváltozott a világ, kétségtelenül látjuk azt, hogy 2001. szeptember 11-e óta egészen megváltozott a világ. Óhatatlanul rányomta a bélyegét a közel-kelet textúrájára is ez a kérdés, és az egy nagyon örömteli dolog, hogy Washingtonban láthattuk az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein külügyminiszterét Izraellel és az Egyesült Államokkal együtt pompázni, hogy úgy mondjam, a teraszon, és ugye aláírták a szerződést. Ez egy fontos dolog, mert valóban, ahogy mondod, részint nem is léteztek, akkor, amikor elkezdődött ez az egész konfliktus, részint olyan államok voltak, amelyekről senki nem gondolta politikájuk és ideológiájuk alapján, hogy egyszer is kibékülnek az ellenséggel. Na de hát a papír és a tinta sok mindent kibír, de hát itt van a puding próbája. Ezekben a percekben az izraeli légiközlekedési vállalat az eláll, első civileket szállító gépe éppen átrepül Szaúd-Arábia fölött, hogy a repülési időt megrövidítse, és közel 80 ezer izraeli turista fog a szilveszter beállta előtt még az emírségekben nyaralni egy kicsit. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly lépés, és önmagában az, amit említettél, hogy Szaúd-Arábia fölött átrepül az Elal, ez azért jelzi azt, hogy... Meg majd az Izrael, meg az Arkia. Igen. Jelzi azt, hogy az emírségek és Bahrein mellé elképzelhetően hamarosan felsorakozik Szaúd-Arábia. Az még egy picit várat magára, ez sem volt könnyű, erre az elnök vejének kellett beavatkozni, a helyszínre sietni és megoldani. És érdekes, mert a szerződés úgy szól, hogy amennyiben ők nem repülhetnek, úgy az emirét gépei sem repülhetnek. Mégis úgy tűnik, hogy ők kivárják az új elnök beiktatását. De ugyanakkor az ő fejük valami másért is fáj, hisz Teherán revansot akar a likvidálásokért. Így van, Teherán revansot akar. Azt ugye látjuk régóta, hogy az arab-izraeli ellentétek mellett azért az iráni-arab ellentétek is megvannak. A hegemónia... Ezt kevés arabista vállalja be. Hát én bevállalom, mert ez tény. Tehát... Te fertőzött vagy, mert téged a tények nem... Odafigyelsz a tényekre. Odafigyelek. Nem megtörtént, nem, tekinted nem. Őket. Hát azért látnunk kell, hogy az iszlámon belül a szunniták és a síiták között is micsoda ellentétek vannak, és ugye a síita Irán az teljesen természetes, hogy teljes mellszélességgel beszáll ebbe a harcba is. Tehát aki a szunnita vonalat képviseli az arab öbölben, vagy a perzsa öbölben, attól függ, hogy közelítjük meg, az ugye szembe találhatja magát Irán hegemonisztikus törekvéseivel. Erre már többször is volt példa,
De hát Iránnak természetesen az sem tetszik, hogy ezek az országok, amelyeket felsoroltunk, ilyen lépéseket tettek Izrael irányába. De hogyha a Szaúd-Arábiában a Szovjetunió bukásában is részt vett az olajárakkal, mert ugye minimálisra csökkentették az olajárakat, és részben ennek köszönhető a Szovjetunió gazdasági szétesése akkor ma egy hatalmas fegyverraktár Szaúd-Arábia, és előbb-utóbb meg kell, hogy tudják védeni magukat, akár Irántól is. Így van, meg kell védeniük magukat, meg kell tudni védeniük magukat, de hát azért Szaúd-Arábia az Egyesült Államok támogatását nem hagyhatja távol magától. Tehát a lényeg az, hogy bármilyen kormányzat is, bármilyen adminisztráció is van az USA-ban, az Szaúd-Arábiát támogatni fogja, mint ahogy Izraelt is. Tehát most, ha véletlen, hamarabb, mint később kialakul majd ez a szaudi-izraeli kapcsolat is, akkor azért érdemes lesz elemezni Irán helyzetét, és hogy hogyan tovább az arab öbölben. Használjuk ki, hogy a közel-keleti országokban szolgáltál. Vajon az általad említett közel-keleti országokban tudják-e, hogy hol van Ricse, és hogy cukor nem Amerika szülöttje, hanem egy bevándorló volt, aki 25 dollárral maga mögött hagyva a szatócs műhelyt elindult szerencsét próbálni, és jó zsidó módjára nem el szerencsejátékozta, akkor is volt már ilyen, csak nem így hívták, és nem elkocsmázta, nem félretette, és alapított valamit. Nézd, azt hiszem, hogy ez az egész arab tavasztól induló időszak... Én azt arab mocsárnak hívom. Betett ezeknek az országoknak jelentősen, mert azért, amikor én szolgáltam ott, ugye Szíriában 2000 és 2005 között, tehát még a aktuális események előtt, Libanonban pedig 90-es években most voltam. Éppen lassan 50 éve, hogy Assad magához ragadta a hatalmat. A család. Nos, azért én ott találkoztam rendkívül kozmopolita, hogy így mondjam, intelligenciabeli libanoniakkal és szíriaiakkal, akik azért tisztában vannak a világ értékeivel. Most ő nekik a hangjuk még lejjebb ment természetesen, még hátrébb szorult ezekben az országokban. Az azért egy... hogy mondjam, pofon volt az előrehaladásnak, ami az elmúlt években 2011 óta ott történt, és tulajdonképpen az a Szíria, ahol én 2000-2005 között szolgáltam, olyan, amilyen volt természetesen politikailag és ideológiailag, de mégis kapcsolatrendszerében, nyitottságában Európa és a nyugati kultúra iránt meglepően érdekes volt. Ma ennek nincs nyoma. Vajon az elmúlt 75 évben az a hatalmas beruházás, amit a magyar nép beruházott a közel-keleti országokban, diákok itteni tanításával, ottani építkezésekkel, hogy lehetne azt ma hadra fogni, hogy lehetne ebből tőkét teremteni? Azt hiszem, hogy itt van egy szakadék. A régi, amit említettél, rengeteg ösztöndíjas volt itt ezekből az országokból. Sokan, ezek mind a nagyköveteink lehetnének. Így van. Sokan azok is, mert szeretik Magyarországot, legtöbbjük egyébként például magyar feleséget vitt haza. És a mai napig bevásároltam. Is. Hát igen, van akinek sikeres volt, van akinek kevésbé, de szóval nagy nosztalgiával tekintenek. Na most azért új hír az, hogy az elmúlt egy-két év óta ez a Stipendium Hungaricum program újból beindította ezt, és szírek is, libanoniak is, mások is, palesztinok is vannak, újból az ösztöndíjas palettán, és én azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog az, hogy ezt valóban kiaknázzuk. Régen nem aknáztuk ki. Elfelejtettük őket. És ma már vannak izraeli diákok is, akik nem ösztöndíjasok, hanem nehezen megkeresett szüleik pénzéből itt tanulnak. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Bokor Balázs egy nyugdíjas diplomata, aki napjait ma azzal tölti, hogy öröket, mécsest állítson azoknak az emlékére, akik Magyarországon látták meg a napvilágot, és külföldön sikerrel jártak.
emlékeiket megőrizzük, sőt, még büszkék is vagyunk rá. Köszönöm, hogy velünk volt, és hamarosan bemutatjuk az önök által szponzorált és elkészített filmet Ricsétől Hollywoodig. És ilyen a Hollywood tanács, és nézzünk még sok-sok terméküket. És ön után következik Benda Iván, mert nem csak cukor létezett, hanem van egy Benda is, aki megörökíti az események színhelyét. Tudják, mi az események színhelye? Betlehem, Jeruzsálem, Nazaret. Igen, ő az Ó és az Új Szövetség mestere, fotómestere. Hamarosan egy új könyve jelenik meg, akár a könyves voltok a Hanukára vagy Karácsonyra, ennél szebb ajándék nincs is, és ez nem egy termék megjelenítés, hisz az események színhelye az egy történelem, és az mindannyiunké. Tartsanak velünk, tehát következik Benda Iván fotóművész.